Nem költ több 100 millió forintot Érda felnőtt kézilabda csapatra, közölte közösségi oldalán a város polgármestere. Csőzik László híradónknak is megerősítette, hogy az utánpótlásra fordítják a figyelmüket, mert a mostani világklasszis játékosok nagyon drágák. Azt pedig mondta, nem fordulhat elő, hogy a lakók által befizetett építmény adónak több mint kétharmada a kézilabdára menjen el. Ért korábbi fideszes polgármestere szerint, amióta nem ő vezeti a várost, semmi sem működik a településen. Rémálom a Népfürdő utcában. Az érdi kézilabda csapat február 15-i meccséről szóló beszámoló címe ez, amikor, mint írják, nem kis meglepetésre magabiztos játékkal 40-35-re győzte le az MTK a csapatot. Ez azért is lephette meg a sportszeretőket, mert egy előző cikk szerint éppen ettől a meccstől várták a visszatérést a három vereség és egy döntetlen után. Talán ez is hatott a város polgármesterére, aki a Facebookon bejelentette, hogy a csapat idei finanszírozási igénye a tavalyi 400 millió után már 700 millió, ez pedig a város nem engedheti meg magának. A forrás kell az utakra, járdákra és vízelvezetésre, majd azt is hozzátette, hogy a jövőben az utánpótlást erősítik. Akik itt dolgoznak és itt játszanak, ők világklasszis számba mennek szinte ezek a játékosok, csak ez a szegény város nem bírja ezt a finanszírozást. Vagy azt fogjuk csinálni, hogy keresünk egy nagy szponzort, és remélem találunk, amelyik átvállalja ennek a hiánynak a nagy részét, tehát évi több százmillióval járul hozzá a csapat működéséhez, vagy pedig sajnos le kell mennünk 700 millióról ennek valamekkora hányadára. Össze-vissza beszél a polgármester úr, azt se tudja mit. Ezt már a város volt fideszes polgármestere mondta híradónknak. Témészáros András szerint az érdiek büszkék a kézilabdázóikra, úgy véli a csapat olyan brand, amit meg kell őrizni. Hogy nem elég a pénz, ezt nem értem, de szerintem pocsékolják azt a keveset is, ami van, hiszen tavaly mi nem egészen 400 millió, 385 millió forintot terveztünk, és abból negyedik helyen végeztek, kupába jó helyen végeztek. Most pedig a mostani költségvetési előterjesztésben én 480 millió forintot olvastam, hogy annyit szánnak rá. Magyarán ez 100 millióval több, mint tavaly mi ráköltöttünk, akkor nem is értem, hogy mi a kevés, vagy mi a nem elég. Az imént hívtuk az Érdi Sport Kft-t, szerettük volna megtudni, hogy mi a véleményük az ügyről, ám az ügyvezető Boldog Anna azt mondta, hogy most nem nyilatkoznak, de a hét közepén kiadnak majd egy közleményt. Az ATV híradójában Gulyás Eszter riportját látták.